Minden orvosra, minden ápolónőre, minden lélegeztető készülékre szükségünk lesz. Bő egy hete jelentette be a miniszterelnök, hogy komoly terhelés vár az egészségügyi dolgozókra. A vírus terjedése miatt rohamosan emelkedik a fertőzöttek, és így a kórházban ápoltak száma is. Ezért a hét közepén már a járványügyi szabályok szigorításáról döntöttek. Így például arról is, hogy az óvodák és az iskolák hétfőtől április 7-éig, a tavaszi szünet végéig zárva tartanak. Sőt, tegnap még azt is elmagyarázta a köznevelésért felelős államtitkár, hogy miért határoztak úgy, hogy ügyelet sem lesz. A cél ugyanis egy rövid, de hatékony védelmi időszaknak a beiktatása, nem egy több hónapos leállásra készülünk. Így a gyermekfegyelet címén, hogyha félig tele lennének az intézmények, ez nem lenne hatékony. Mára azonban változott a helyzet. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke javaslatot tett a kormánynak, miszerint mégis szükség lenne az ügyeletek megszervezésére. Kaposvár polgármestere híradónknak azt mondta, bár várta a szigorításokat, a saját városában azt tapasztalta, hogy a szülők 10%-a biztosan igényelni a segítséget, mert nem tud egyszerre dolgozni és a gyermekére is vigyázni. Elsősorban az egészségügyi dolgozóknál kezdtük a kórházunkat, kérdeztük meg a mentősöket, kérdeztük meg a házi orvosainkat, asszisztenciát, hogy meg tudják oldani ezt a problémát, vagy segítséget kérnének tőlünk. És az volt az egyébként a válasz, hogy segítséget kérnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter támogatta a javaslatot, és délután már azt közölte az állami hírügynökséggel, hogy mégis lesz ügyelet a zárás alatt. Szita Károly azt mondja, a cél az, hogy csökkenjen a megbetegedések száma, ezért minél kisebb csoportokban szervezik meg az ügyeletet. Egy csoportban levő ügyeletben résztvevő gyermekek számát korlátozzuk, mi valószínűleg 5 körülre fogjuk megtenni, és fokozatosan vonjuk be az óvodákat. Valószínűleg, hogy minden óvoda részt fog venni ebben, azért, hogy kis létszámú csoportokat tudjunk létrehozni. Az önkormányzati szövetség elnöke ennek ellenére azt kéri, aki tudja, tartsa otthon a gyermekét, mert az a legbiztosabb módja annak, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.